Hello mindenki, Lac vagyok, és üdvözlök mindenkit a Pokoli Szomszédok 2 vakáción 6. részében. A következő epizód címe a Holdponton, lássuk. Képcíme, jó kutyuli. Biztos benne lesz megint a kutyuli. Szóval Olga kegyei csak nem sikerül elnyerni, és Mamuti szeretete is kezd kissé zsarnokivá válni. Emiatt most épp egy szerencsétlen elefánt a bűnbak, akinek a szomszéd válogatott sanyargatásait kell eltűrnie. Azonban az állatoknak is vannak jogaik, és Woody már tervezi a méltó megtorlást. Lássuk. Mamuci, alvás, gyors. Úgy. Nem jó. Kezdhetem előről. Elrontottam. Így. Nem, még nem. És meg kell várnom, ameddig Olga. Ez az. Ez az. Ez is megvolna. Akkor gyorsan ezt megcsinálom. Igen, ezt is felvesszük. Teszünk bele először egy tengerisünt. Utána fogjuk a Mega Melltartót és a dinnyeket. Kicsit ironikus. És a Mami az most kezdett el aludni pont. És most látod, hogy az egészet elrontottam megint. Nem tudok mit csinálni. Én ezt csak így tudom megoldani, az a baj. Na lássuk. Úgy né, fogjuk a paritját, és nekünk a lámpát kell leütnünk vele. Bum. Tökéletes. Hova ment? Ja, hoppá. Harcias kis kutyuli. Egyszerre kettőt nem tudtam volna belerakni. Mindegy, hagyjuk. Szerintem nem tudok egyszerre kettőt összerakni. Nem. Az a baj, hogy most vissza kell jönnie. Mamuci szétveri. Na.
Az a baj, hogy mire visszaér ide, addigra lemegy a vérnyomása, és az nekem nem jó. Van még valami azokban az áldozati edényekben? Semmi. De jó. Akupunktúrás ágy, és rozog a lámpa. Szóval ez így tökéletes kombó lesz, ahogy nézem. Oké, siker. Az a baj, hogy most kialussza magát, és lemegy a vérnyomása, és mire odaér. Jaj. Mindjárt mamuci is behalszik, akkor az lesz a baj. Mondom én. Ó, Istenem! Hú, de utálom ezt a pályát! Na végre felkelt. Gyerünk, tipegjél már gyorsabban. Lemegy a vérnyomás, amire odaérsz. Az a jó, hogy még oda megy. És nem pedig innen még... Aj, Istenem. Ezt a pályát sehogy se tudom megoldani, mindig elrontom. Ah, nem lesz meg. Nem lesz szobrunk. Mondom. Ennyi. Jó, akkor még egy részt megcsinálunk. Ami már Ember a vízben című epizód lesz, és a kép címe a szomszéd is látta a Titanicot. Mennyi minden történhet útközben a következő kontinens felé. Mamuci folyvás csak aggodalmaskodik, a szomszéd most aztán nyitva tartja a szemét, minden biztonsági intézkedést betartanak el a hajón. Erre pedig Woodynak is biztos gondja lesz. Az biztos. Az első 3 percet úgyis ki kell vágnom. Szóval. Ott van, oké. Hol a kutya? Mamuci felkelt. És Mamuci mindjárt visszaalszik. Remélem. Futás, mert jön Mamuci. Nem is kellett semmit se felvennem, ez az. Király vagyok. Szóval onnan kezdi a dolgokat. Ú, a komódot nem néztem meg. Mamuci fel kell. Gyerünk, gyorsan, gyorsan, gyorsan. Ha ha ha!
Így né. Már csak azt hiszem kettő lesz. Ezt el kell nyeszetelnünk. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ez az. Két sűrített levegős patron kell nekünk. Meg ez. Húha! Ugye kicseréltük nekik a budijelzést. Aztán... Klotyójelzés. Játék pecát a horoggal. Olga pedig kirahul. Nem, ott maradsz. Úgyni. Ezt nem tudjuk megnézni. Folytó mellény. Gyúr. Hú, de mászik fölfele. Na lássuk, folytó mellény. Maga kisfia megörül, mint majom a farkának, mert végre jól szól az a síp. Na már csak egy, és talán meg lesz, talán, de csak nagyon talán. Nem. A telefont később kellett volna eljátszanom. De mindegy. Ennyi. És akkor ennyi lenne ez a rész, remélem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek. Következő részben már... Talán itt az aszték, vagy nem tudom milyen területeken fogunk munkálkodni. Szóval... Igen. Reméljük az jobban fog sikerülni. Köszönöm a figyelmet, Lasz voltam, minden jót, sziasztok!